Az új szociális támogatási rendszer bevezetésének köszönhetően az állam által adott támogatások összege emelkedik. Ez a rendszer jelenti a garanciát arra, hogy az kapjon támogatást, aki valójában rászorul, és senki olyan ne kapjon támogatást, aki nem szorul rá, csupán visszaélt a korábbi rendszerrel. A támogatási rendszer átalakításának lépése, a legfontosabb lépése az, hogy a támogatások, ...nak azt a részét, amelyik mögött úgy mondjuk jövedelem garancia van, jövedelem kompenzáció van, tehát arról szól, hogy senkit nem hagyunk az útszélén, azokban azokon az esetekben teljes állami felelősség vállalást vállal a kormányzat, ami két formában tükröződik. Az egyik az, hogy ezeket a támogatásokat száz százalékban a központi költségvetés finanszírozza, tehát nem úgy történt a korábbi években és évtizedekben, hogy van egy osztott finanszírozás. Itt teljes állami felelősség vállalás történik, és ezt a finanszírozás formája kifejezi, száz százalékban a központi költségvetés finanszírozza a jövőben ezeket a támogatásokat. A teljes állami felelősség vállalásnak a másik formája az, hogy ezeket a támogatásokat a jövőben a járások, a járási hivatalok adminisztrálják, állapítják meg. A másik eleme vagy csoportja a támogatásoknak önkormányzati hatáskörben működik. Ezeket a támogatásokat összefoglalóan néven települési támogatásnak nevezzük a jövőben, 2015. március 1-től.